Nagyon sok szeretettel köszönöm minden kedves nézőmet, itt Kent Abbasz ismételten, és ugyebár folytatom My Two Pony Game-nek legújabb frissítésének az eventjét, ugyebár most van az a pillanat, amikor eljutottunk oda, hogy most ért véget, úgyhogy jöjjön a szokásos szöveg, amit úgyse fogok tudni nagyon értelmezni, de ettől függetlenül megpróbálom, amit tudok kihozni magam. Szóval, mi zz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 
there's actually plenty of rooms in this chest for one pony to nap. Yeah. Valami olyasmit mondta, hogy van egy csomó szoba, egy ilyenfajta pónynak, hogy pihenjen. Is the show over? A műsornak vége? Hát igen. A műsornak vége. Ennyi volt. Igen, egy pillanat türelmet. Egy pillanat türelmet kérek. Oké, semmi baj. Nincsen semmi baj. Tudom, hogy ilyenkor mi a helyzet, tudom, hogy ilyenkor a játék az így csinálja magáét. Mert már megint látom, hogy ezért nincsen semmi. Jutalom, de az nem jelenti azt, hogy függetlenül. Pontosan, csak frissíteni kellett az egészet. Jó van, szóval. Congratulations! The road to friendship story is over, but don't worry, there'll be more adventures soon. És meg is kaptam ugyebár a termelőt is, ami ugyebár egy termelőnek számít, mert mi más lehetne, mint termelő. Szóval. Nem. Megközben meg a pónit is megszereztem, amint láthatjátok. Funambulance stage. És mit termel? Chained up trunk. Leláncolt ládikó. Igen, megvettem végül ezt a karaktert, úgyhogy most róla is fogok olvasni egy-két dolgot, de előbb megnézem, hogy mit mutat még. Ja, dekoráció. Oké. Okay. Szóval megvettem az utolsó karaktert is, csak azért, mert ne hiányozzon a kollekcióból. Outdoorsy somnambulan, ha jól olvasom. Elnézést. This pony prefers earth stones. The better to blend in with the surrounding desert when she out exploring. Mi, hogy sivatagban jár ká, vagy hasonló, olyasmit olvasok ezzel kapcsolatban. Na, megvan a karakter, megvan a kollekció, és megvan a kollekciót járó jutalom is, úgyhogy egyel kevesebb a probléma. Csak igen, sajnos ez megint egy kisebb összeget levont tőlem, de attól függetlenül nem érdekel. Attól függetlenül nem érdekel a téma, mert A lényeg, hogy kész vagyok vele. És nem is akarom látni ezt az eventet, úgyhogy megyek kicsi Crystal Empire-be. És szerintem itt lezárom a mai nappal ezt az egész event dolgot. Nem csak az event dolgot, de a mai részt is. Most lehet, hogy ez ilyen rövid volt, de mondom, ez az event, aki nézte a előző videómat, tehát azt, amikor elkezdtem ezt az egészet, azt tudhatja, hogy eléggé lesújtott engem ezek az árak, de végül aztán megoldottam ezt a problémát. Az volt, sok mindenek köszönhetően tudtam ezt így 100%-ra teljesíteni, ez mondjuk az is közre játszott, hogy még kiúzták a dolgot időben, tehát még kiúzták ezt a várakozási időt, és ezért is tudtam megcsinálni a dolgot. Na de akkor még mit akarok megmutatni, az, hogy történt egy pár újdonság is. Szóval a lényeg az, hogy bár aki tudja, az tisztában az, hogy valami gyors frissítés jött le. Nem olyan frissítés, de ez ilyen apró frissítés. A
kialakítások tenni. Szóval, what's new? Designer dream. Having some trouble customizing Equestria? Try a pro design bundle for a delightfully awesome pre-design and totally customizable plot or land. Igazából ezzel még nem tudok semmi. Tehát, hogy itt most lehet venni olyan fajta bundle-t, ami dekorációkkal van tele. És tulajdonképpen ez mutatsz a Get Nicely Room groomed per set design, uncover the exploration zones and remove clearable ones when initially placed. Can be modified this metal every assembled again in the edit mode. Jó, hát ezt még igazából nem tudom, csak azt tudom, hogy vannak ilyenfajta bundle-ök is, amelyek így bejöttek. És tulajdonképpen itt meg csak annyit mutatok, hogy még ami hátra van, hogy megvettem, ugyebár, hogy mondtam ezt a karaktert, mert mondom magamnak, hogy ez még azért kelleni fog, hogy 100%-ot teljesítsem a játékot. Úgyhogy 100%-ra megcsináltam, 100%-ig teljesítettem az összes mostani eventet, úgyhogy jött a harmadik Judy Mark event, a Sombraverse tudsz, bár a Sombraverse tudszot azt nem akarom nagyon látni, főleg azért nem, mert ugyanúgy akarják csinálni, mint az eddigieket, tehát az eddigi Curie Mark eventeket, és hogy abba csak kevés karakter van, tehát hogy a fele van meg a kollekciós listának. Bár mondjuk mikor bejött a Moldown Spike terén, akkor is úgymond volt egy olyan fajta kollekciós lista, hogy az egyiknek a mert két sárkány kollekciós lista, és csak az egyik lett teljesítve. És hát utána gondolkodtam azon, hogy ott is így úgy volt, hogy üres bundle-ökbe adták be. Na jó, mindegy, nem tudom, én akkor sem tetszik nekem az, hogy most egy ilyen eventet így földaraboltak ennyi részen. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy akkor ha lesz az új event valamikor a közel jövőben, akkor úgy is azzal jelentkezni fog. Szóval köszönöm mindenkinek, hogy ezek a félet is viszont a következő videóban. Ezen felül mindig is szoktam mondani külön minden Brown és Pegasus-t, pedig külön Bruhuf és Viszlát.